Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket! Kalocsán tartott tájékoztató előadás dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ, vagyis a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke. Az elmúlt 4 év munkájáról és a horgászokat leginkább érintő aktualitásokról esett szó, ahol nagy szerepet kapott a nemrégiben bevezetett horgászkártya. Dr. Igaz Ferenc a Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület elnökének invitálására érkezett városunkba, dr. Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke. Kalocsán jelenleg több mint 900 regisztrált horgász van, nekik szólt az előadás, ugyanis az őket leginkább érintő változásokról számolt be az elnök. Az elmúlt 4 évben nagy átalakításokon esett át a szövetség. Amikor elkezdtük a munkát 2013-ban, akkor nem gondoltuk, hogy ilyen mértékű átalakításokat sikerül majd a horgászat szempontjából végezni Magyarországon. Csak néhány tényadatot, 280 ezer volt az akkori regisztrált és állami jeggyel, vagy területi jeggyel rendelkező horgászoknak a száma. Ez néhány nappal ezelőtt 528.904 volt pontosan. De hogy idáig elvezessen az út, addig nagyon komoly jogszabályalkotás volt, és egy nagyon komoly átalakítása volt az egész MOHOSZ-nak. Ma már a MOHOSZ egy 1090 tagegyesülettel rendelkező 500 ezer fölötti taglétszámmal működő civil szervezet. Több mint 1200 halőrünk van, akik védik és óvják a természetet, megvigyázzák a rájuk bízott eszközöket. 2013 vége óta nincsen Magyarországon természetes vízi kereskedelmi célú halászat. Ez azt is jelenti, hogy senki nem hivatkozhat arra, akár itt a Dunán, vagy bármelyik természetes vízünkön, hogy azért nincs benne hal, mert a halászok lefogják, elfogják előlük. Ez azért megmutatkozik az elmúlt évek eredményein, a fogási napló eredményekben egyre több halat tudnak fogni a horgászaink, és persze azok a rekreációs célú kiszerszámos halászok, akiknek a száma itt a környéken elég magas. Megváltoztattunk egy nagyon komoly régi beidegződést, hogy papír alapú volt az okmányrendszer. Ettől az évtől létrejött egy horgászkártya, becenévre hallgató komoly vállalásunk, amelyik egy nagyon nagy ugrás volt a sötétbe. 500 ezer kártyát kibocsátani még a legnagyobb bankoknak sem egy könnyű feladat, és jó néhány esetben azért meg is égették magukat. Szerencsére mi úgy mondhatom örömmel, sikeresek voltunk, és nem volt semmi probléma ezzel a horgászkártya kibocsátással. Ez folytatódni fog, ennek a kártyának az adattartalma az folyamatosan bővül, kedvezményekkel, például balesetbiztosítással van ellátva ez a kártya, tehát bármelyik horgász kimegy a vízterületre, akkor őt egy biztosítással védjük az esetleges sérülésektől, későbbiekben akár üzemanyagvásárlási kedvezményeket, mobil szolgáltató kedvezményeket is hozzá tudunk tenni, és ha kell, akkor még akár egy bankkártyás átalakítását is meg fogjuk tudni ennek a kártyának. Amellett természetesen egy olyan csúnya szóval QR kódnak nevezett része is van ennek a kártyának. Az ellenőrök a
halászati őrök egy mobileszközzel bárhol az országban meg tudják nézni, hogy az adott vízterületre van-e érvényes okmánya, a horgászunknak nincs eltiltás alatt, és hogyha később foglalkozunk vele, akkor meg olyanokat is ki fogunk találni, hogy a fogási naplót is ez a bizonyos QR kód mögött lévő adattartalom fogja tudni szolgáltatni. Természetesen azokat sem fogjuk kizárni ebből a rendszerből, akik még szeretnék a papíralapú régi okmányokat használni. Ezek elsősorban az idősebbek, akik nem biztos, hogy olyan mobileszközökkel rendelkeznek, ami erre alkalmas, de a 21. században úgy gondoljuk, ez mindenképpen fontos. Az elnök beszámolt a fejlesztés alatt álló Horginfo rendszeréről is. Ez a történet, ami a horgászkártya mögötti adattartalmakat fogja össze, a halőrök teljes rendszerét, a fogási naplók teljes rendszerét, a vizek rendszerét, a vásárolható területi és más engedélyeknek a rendszerét fogja össze, és hogy még mivé lehet bővíteni, az már csak a képzeletünknek szabhatát. Az eltelt 4 évben közel 250 ezer fővel nőtt a regisztrált horgászok száma. Az elnök elmondta, az új tagok többsége új horgász, de többen választották a legális utat a fekete horgászat után. Több mint 1200 halőrünk van, aki az országban most már megfelelő eszközökkel tudja ellátni a feladatát, de a legfontosabb dolog az, hogy a horgászaink is egyre jobban érzik, hogyha látnak egy olyan embert, aki nem biztos, hogy odavaló arra a vízterületre, akkor már tudják, hogy valahova be kell ezt jelenteni, meg ő maguk is azt mondhatják, hogy barátom, te mit csinálsz itt, milyen engedély alapján végzed, és megvannak azok a lehetőségek, hogy ezt ellenőrizni lehessen. Természetesen tudjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol még az illegális akár rabsiszkodás működik, de ez sokkal kevesebb, mint ami egy néhány évvel ezelőtt volt, ezt bizton állíthatom. Nagy változás továbbá, hogy az egyesületekhez került a vízgazdálkodás. Azzal is együtt járt ez, hogy sok esetben, hogyha voltak olyan egyesületek, akik nem megfelelő módon kezelik ezeket a vízterületeket, azok nem biztos, hogy meg fogják tudni újítani a szerződésüket a MOHOSZ-szal, de mindenképpen sikeresnek gondoljuk, hiszen a legfontosabb az, hogy azok végezzék ezt a munkát, akik a legközelebb vannak az adott vízterülethez. A szövetség a jövőben is tovább folytatja majd a megkezdett munkát. A legfontosabb az, hogy a horgászok egy dolgot érezzenek ebből az átalakításból, hogyha kimennek bármelyik vízterületre, akkor minél könnyebben szerezzék meg az ahhoz szükséges engedélyeket és papírokat, és minél több halat tudjanak fogni. Bácki Petrovac települése közösen pályázik Kalocsa az Interreg IPA Magyarország-Szerbia tenderén. Többek közt a turistákat segítő, a turizmust fellendítő eszközökre fordítaná a város az elnyerhető mintegy 200 ezer eurós összeget. A vajdasági település az egykori evangélikus templomukat renoválná a forrásból. Az együttműködést a minap írták alá. Egy asztalnál a két fél. A szerb vendégeket dr. Bálint József fogadta az irodájában. Ekkor került sor az együttműködési szerződés aláírására, ugyanis városunk Bácki Petrovac településsel közösen pályázik az Interreg IPA Magyarország-Szerbia tenderén. Tavasz folyamán megkerestek bennünket két helyről is, ugye Bácska Petrovácról. Ők testvérvárosi kapcsolatban vannak tavaly évtől Királymuntertekkel, ott már egyszer találkoztunk, és gyakorlatilag Királymuntertek és Petrovác megkért bennünket, hogy egy közös pályázaton vegyünk részt, hiszen az uniós pályázatoknak lényeges eleme, hogy minimum 3 fél legyen, ami határon túlnyúló pályázatok. És mivel adódott egy példa már Királymuntertekkel, hogy egy határon átnyúló pályázatunk volt, ők úgy gondolták, hogy így a 3 település adjon be közös pályázatot. Mindegyik fél támogatja, illetve hát ugye a Királymuntertek meg magyarországi Kalocsa, ez egyértelműen Európai Uniós ország, Szerbia ugyan még nem, de mivel előtárgyalásokat folytatnak, így úgy kezelik őket, mint ők is már bent lehetnek, tehát ők a pályázatoknál kedvezményezetként lehetnek. És így adódott azt, hogy őnek van egy evangélikus templom, annak a felújítása kerüljön meg, mert nagyrészt ezt egy idegenforgalmi látványosságnak szánják, illetve hát ezt különböző akcióba akarják létrehozni, és emellett ugye más olyan jellegű
pályázatok, négy részből álló pályázatot adtak be, de ez a fő része, hogy ez egy turisztikai, informatikai és látványosság legyen, és ez fölpesdítse a városnak az idegenforgalmát. Ebbe kapcsolódtunk mi bele. A pályázati összeg az 560 ezer euró, ebből 193 ezer lesz Kalocsából, ha sikeresen pályázunk. A többi az, mint Bácska Petrováci, tehát ők fordíthatják még a templom befejezésére, hiszen már elkezdték a felújítást, illetve más egyéb célokra felhasználhatják ezeket. Most gyakorlatilag most adjuk be ezt a pályázatot, aláírtuk, testület döntött róla, én ma aláírtam a pályázati anyagot, elkészítették, és ezt most viszik föl még Budapestre, még egy helyre, és utána adják be. Tehát jelen pillanatban itt tartunk, remélem, hogy sikeres lesz. Vannak olyan feltételek, ami épp hogy a határon van, de majd meglátjuk, hogy az hogy megy át. Kalocsának az, hogy az idegenforgalmat, illetve a két népközti, ami már megindult Kulával is, tehát nem csak a magyar lakossággal, hanem a szerb lakossággal. Hozzáteszem, Bácska Petrovácnak a nagy rész az szlovák nemzetiségű érdekes módon, tehát ezért így most már egy hármas intenzitás jöhet be, tehát ennek az elmélyítése, illetve az ápolása jöhet. A hagyományok ápolása, egymás megismerés, gasztronómia, hiszen ők is használnak paprikát, illetve őnek nagyon híres a kolbászuk. Kalocsa sikeres elbírálás esetén így közel 200 ezer eurót nyerhet el. Ebből a turisztikai célokon belül elsősorban információs táblákat és más, a turistákat segítő eszközöket szereznének be. Kalocsa és Bácski Petrovác között van ez az együttműködés, most konkrétan maga ez a projekt. Kirchheim Tech annyiban kapcsolódik, hogy ők kezdeményezték ezt a kapcsolatfelvételt, mert hogy mind a két település testvérvárosi kapcsolatot ápol Kirchheim Unter Tech-kel. És úgy kapcsolódik össze ez a három település, hogy a Bácski Petrovác magyar nevén Petrőc mellett van egy Maglics nevű kis település, ahol egy evangélikus templom, ami már közel 1945 óta nincs használatban, a sváb kitelepítések óta, és ezeket a sváb nemzetiségű embereket, ezeket Kirchheim területére telepítették át, és így keletkezett ez a testvérvárosi kapcsolat. És mivel nekünk a környéken, illetve Kalocsának magának is van német nemzetiségi önkormányzata, ezért gondolták, hogy érdekes lehet számunkra is ez a projekt. Az elsősorban kulturális turisztikai projektről beszélünk, fölölel programokat is, és minden, ami a kultúrába tartozik, tehát ugyanúgy népi hagyományőrzés és gasztronómiai összekapcsolódás is van benne, de nem ez a fő cél. Fő cél az egy turisztikai terméknek a létrehozása, ami tartósan megmaradhat, és a turisztikai termékkínálatot erősíti Kalocsán, illetve hát Bácski Petrovácsal közösen itt a térségben. Kapcsolódik a dunai víziturizmushoz. Ez alatt lehet érteni a Dunát, mint közlekedési útvonalat, illetve víziturizmus, kerékpáros turisztika, ugye az Euróvelo 6 bicikliút, ez Szerbiában is folytatódik, tehát sok mindent próbáltunk beletenni, ugyanakkor szeretnénk, hogyha egy kicsit a turisztikai infrastruktúra fejlesztése is tudnánk végre fordítani. A turisztikai infrastruktúra nem azt jelenti, hogy utakat fogunk építeni, hanem azt, hogy irányító táblák lesznek, vagy hát reményeink szerint, hogyha nyer a pályázat, akkor lesznek turisztikai információs táblák, irányító táblák, tájékoztatók több nyelven, és hát igyekszünk ezzel is hozzájárulni ahhoz, hogy Kalocsán az egyéni turisták, a kisebb csoportok, vagy azok, akik nem szervezetten érkeznek, ők is megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő programokat. Ismét elindult a felújítás az Uszódi Művelődési Háznál. A munka 10 fecskefészek miatt állt meg több hónapra. A fészkek eltávolítására a minap kapták meg az engedélyt, melyeket műfészkekkel pótolnak majd. Mindemellett több projekt is fut a településen, tovább fejlődik Uszód. Új az ablak és az ajtó az Uszódi Művelődési Házon. Az épület oldalán nagy állvány, ismét elkezdődtek a munkák. Az építkezés az itt fészket rakó fecskék miatt állt meg. Több hónapos szünetet kellett tartani a madarak miatt a felújításban. Azonban ez most megoldódni látszik.
Most Jövőnk Energiája területfejlesztési alapítványnak a pályázatai folynak vagy fejeződtek be a településünkön. A művelődési házunk felújításához két ütemű pályázat volt. Az első ütem tavaly karácsonyra elkészült, ez az épület belső felújítása volt. Most pedig folyik az épület külső felújítása, hőszigetelése és az előterének, az udvarának a rendezése. Ez a programunk, ez a beruházás, ez csúszott egy időre, mert 9 vagy 10 fecskefészek akadályozott bennünket. Kevesen tudják, hogy ma egy fecskefészek eltávolítása az hatósági engedély köteles, és gyakorlatilag mi megkértük a hatósági engedélyt, és szeptember 15-én lehetett eltávolítani a fecskefészkeket, természetesen úgy, hogy helyette műfészkeket fogunk kihelyezni, és ez miatt kicsit csúszik a beruházásunk, most éppen az épületet színezik. Nemrégiben Hajóson is fecskék okoztak csúszást egy építkezésben. Ott a hamarosan elkészülő, a Dunavölgyi főcsatornán átívelő híd építése állt meg 2 hónapra. Hajóson megvárták, még a parti fecskék kiköltötték tojásaikat, majd tovaszálltak, ugyanis ez a faj nem fészkel kétszer ugyanarra a helyre. Uszódon a fészkek eltávolításáról szóló engedély megadása után gőzerővel indultak meg újra a munkák. Mindkét ütem a JETA, vagyis a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány támogatásában valósulhat meg. A most is folyó munkákra közel 40 millió forint támogatást kapott a település. Nagyságrendileg körülbelül 40-45 millió forintba fog kerülni, és még az idén szeretnénk, hogy ez befejeződne. A feladatok azonban ezt követően is maradnak. Főzőhelységet is kialakítanának az épületben a jövőben. Maga az épület az kész lesz, kívül belül a külső kiszolgáló részében nyilván még kisebb beruházások lehetnek, főzőhelyeket szeretnénk kialakítani, nagyjából tehát udvarrendezés és a környezetrendezésében még lesznek kisebb beruházásaink. Uszód első embere beszámolt tovább a jelenleg és futó, illetve megpályázott projektekről is. Kockaház a település határában, a Duna közelében, a töltés mellett található az a ház, melyből a jövőben minden igényt kielégítő apartmanházat szeretnének kialakítani. A Jövőnk Energiája területfejlesztési alapítványtól még a 2008-as pályázati ciklusban nyertünk egy apartmanház kemping tervezési feladatra forrást. Ez az épület, ez a Duna partján helyezkedik el, a gáttól 30-40 méterre. Ezt az önkormányzat által megvásárolt ingatlant szeretnénk úgy átalakítani, hogy apartmanházakat, kempinget, közösségi tereket hozzunk létre. A feladat az azért lenne nagyon jó, mert reméljük, hogy egyszer az Euróveló 6 kerékpárút ott fog elmenni közvetlen mellette a gáton, illetve a vízi turizmuson érkező vendégeknek is egyaránt tudnánk szálláshelyet biztosítani, függetlenül attól, hogy ők éppen kempingezni, vagy egy más komfortfokozatú szállásra gondoltak. Ez a tervezési feladat. A tervezési feladatot be kell fejeznünk az idén. Az, hogy a kivitelezésre, ami véletlenül több 100 millió forintba fog kerülni, mikor lesz majd, vagy nyílik pályázati ablak, vagy mikor tudunk pályázatot nyerni, hány ütembe, azt nyilván nehéz lenne megjósolni. Bízunk benne, hogy a fejlesztési régiónak a forrásaiból sikerül a következő ciklusban ezt megoldani. Sárga betűkkel nagy sportcsarnok felirat az épületen. A község a tornatermükre is jelentős összeget költött. Ebben a projektben annyira bíztak, hogy a pályázat megnyerése előtt már végrehajtották a feladatokat. 2019-ben is nyertünk Jövőnk Energiája területfejlesztési pályázatot a sportcsarnokunknak a fűtéskorszerűsítésére. Ez a beruházás ez olyan fontos volt számunkra, hogy saját kockázatunkra a pályázati eredmények meghirdetése előtt már elkezdtük. Ennek az egyik magyarázata ugye, hogy az iskolai tanév kezdetén már nem akartunk az iskolaudvarban építési területet hagyni magunk után. A beruházás maga elkészült, egyébként közben eredményt is hirdettek, nyertes lett a pályázat, úgyhogy a támogatási szerződés, amint megkapjuk, akkor el tudunk számolni a pályázattal.
Van két, illetve nem is kettő, három topos pályázatunk, ami jelenleg is folyamatban van. Kettő közbeszerzési eljárás alatt van, az egyik egy csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítése, a másik pedig egy közlekedés fejlesztési pályázat, illetve van egy harmadik, a Duszódon a mini bölcsöde építés, erre is adtunk be topos pályázatot, és várjuk az eredményhirdetést. Azonban nem csupán ezekkel gazdagodott a település. Szeptember utolsó napján miniszteri díjat vehetett át Bedi Gyula, Duszód polgármestere. 19 éve minden év szeptember 30-án tartják az önkormányzatok napját Magyarországon, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották a 40 év utáni első helyhatósági választások első fordulóját. Az emléknap idén sem maradt el, és szeptember utolsó napján a belügyminisztériumban nagyszabású központi ünnepséget tartottak, melynek egyik házigazdája Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár volt. Az ünnepi összejövetelen díjak és elismerések is gazdára találtak, ekkor vehette át Bedi Gyula is a kitüntetést. Az önkormányzatokért miniszteri kitüntetést kaptam. Nagy megtiszteltetés volt ez számomra. Hát úgy ítélem meg, hogy a 25 éves polgármesteri munkám, illetve a 29 éves önkormányzati munkám eredményeként kaptam. Természetesen, mint elmondtam már a rádiósoknak is, hogy ebben benne van minden duszódi választópolgár, mert ezt csak velük együtt tudtam én elérni. Belügyminisztérium márványtermébe Pogácsás államtitkár úr adta át a kitüntetéseket. Piros díszdobozban vastag bronzérem, ezzel gyarapodott Uszód és polgármestere. Egy oklevelet kaptunk, egy nagyon szép oklevelet és egy emlékplakettet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazin műsorunkkal a jövő hét folyamán is jelentkezünk. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a Tar Kft.